A Kossuth utcai katolikus templomban Johannes Beer fellépésével indult az idei, sorozatban már 13. 5 templom advent fesztivál. Az osztrák zenész az alpesi régióból származó, adventi és karácsonyi dalokra épülő szerzeményeit hozta el Győrbe. Wundervoller Abend für mich, es hat mich sehr gefreut, dass ich hier. Ez egy egészen csodálatos este volt, nagyon jól éreztem magam. Ez volt az első olyan alkalom, hogy szólókoncertet adtam, de a helyszín és az akusztika miatt is különleges. Nagyon jó volt itt játszani, ebben a páratlan közegben. Az ukrán Jagody zenekar európai turnéjának utolsó állomásaként érkezett Győrbe, a csapat az evangélikus öreg templomban varázsolta el a közönséget. Nagyon különleges élmény volt ez számunkra itt ebben a gyönyörű templomban fellépni. A mi zenénk kicsit misztikus, kicsit energikusabb, mint amit ilyen helyen várna a közönség, de nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. A Jagody koncertjén több mint 100 ukrán menekült is ott volt a közönség soraiban. Ők az ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló jóvoltából érkeztek a fesztiválra. Ukrán menekültek érkeztek a meghívásomra az Öt Templom Fesztivál ukrán folk előadására, és ahogy mondtad már, ugye tavaly is volt egy ilyen kezdeményezésem, akkor a Picard Gyiszka Tercia világhírű együttest hallgathattuk meg több mint 100 ukrán menekültel, és ma pedig ugye az ukrán Jahodő együttest hallgattuk meg. Budapestről és az ország több pontjáról is érkeztek ukrán menekültek ide, a MÁV-nak köszönhetően ingyenesen utaztak ide Győrbe, és itt pedig kedvezményes lehetőség volt számunkra, hogy meghívjam ezt a közel 100 embert. Az Öt Templom Advent Fesztivál főszervezője szerint rengeteg meglepetés várja a közönséget a következő napokban is. Az Advent programja mindig úgy áll össze, hogy mi a szervezőkarzat színház hozunk koncert és színházi produkciókat a templomterekbe, de kérjük a gyülekezeteket, hogy ők a saját advent, illetve hanukai gyülekezeti programjaikkal színesítsék ezt a csokrot, és ez egy közös füzetté áll össze, tulajdonképpen ez a mi adventi műsorfüzetünk, amiben olyan csemegék is vannak, mint például a katolikus templomban 6. december 6-án egy olyan Szent Miklós tiszteletére zajló vecsernye, amit Lukácsi Zoltán kanonok fog vezetni, viszont a Zeneakadémia Budapesti Egyházzene Tanszakának a növendéke és tanárai fogják a zenei szolgálatot adni benne. Az Öt Templom utcájának templomaiban egészen december 19-ig várják a közönséget, akkor a Bagosi Brothers karácsonyi műsorával zárják majd a fesztivál programját.